Rock, metal, punk, pop, new wave és elektro, ezekből a stílusokból merít a Seedback. A kanizsai együttes sokszínűségét jelzi, hogy szombat este még Michael Jacksontól és a Korntól is játszott feldolgozásokat. A hangsúly azonban természetesen a saját dalokon volt. Nekem a Roundabout az egyik személyes kedvencem. Már csak azért is, mert az tényleg egy közös szerzeménye a zenekarnak. Az tényleg egy próbai együtt jammelés alkalmával született. És én nagyon szeretem, tehát jók benne a harmóniák, nagyon kellemes. És a mondani való is ráadásul nagyon jó. A szombatesti koncertbemutató koncerttel a fiúk az első nagy fellépésükre hangoltak. A város napjára készülünk gyakorlatilag egy jó hangos nagy koncerttel, és annak a programját próbáljuk itt el, ami azért koncertbemutató koncert, mert ez egy nyilvános próba gyakorlatilag. A barátainkat, ismerőseinket hívtuk meg, hogy hallgassák meg, nézzék meg, és mondják el a véleményüket, hogy jó, nem jó, mi változtassunk, mi az, amit máshogy csinálnának, mi az, ami jól szól a színpadon, és erre vagyunk kíváncsiak, ezt akarjuk felmérni, és ezután még lesz egy hónapunk, hogy változtassunk azokon, aminket nagyon muszáj. A zenekar a városnapi rendezvénysorozat első napján, április 27-én debütál a nagy közönség előtt. A csapat első videóklipje tavaly novemberben jelent meg, amely legújabb dalukkal, a Roundabout-tal együtt már elérhető a Seedback YouTube csatornáján.